Géniusz Jótékonysági Alapítvány az elmúlt évekhez hasonlóan 2018-19-es tanév végén a nyár folyamán számos tábort valósított meg. Kezdtük egy népzene és néptánc táborral Nagy-Dobronyban, ahol 44 gyermek táborozott, és a népzene néptánc csodálatos világát sajátíthatták el. Ezt követően párhuzamosan egy színjátszó tábor is megvalósult, hiszen azt gondolom, hogy az összes tehetségeink közül ők a legritkábbak, és ez látszott is, hiszen csak 17-en vettek részt a programba. Egyébként ez nem annyira kevés, hiszen akkor jobban oda lehet rájuk figyelni, hiszen itt monológokat tanulnak elsősorban egyéni foglalkozás jóformán. Ezután még egy néptánc táborunk volt, hiszen nagyon sokan jelentkező a népzene néptánc irányába érdeklődő gyermek, és számukra még egy népzene néptánc tábort valósítottuk meg itt a Beregszászi Főiskolán. A sportkedvelőinek fókuszban a tehetség sportterén egy egész hetes sportrendezvényünk volt, amely táborral kezdődött, aztán Buzánszky Jenő labdarúgókupa, Zubkó József kézilabda emléktorna, tehát több mint 300 gyermek vett részt ezen a sporthéten. Most pedig megvalósítjuk a Jankovics Mária alkotótábort. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy pozitív példákat állítsunk a gyermekek elé, olyan embereket, akiktől lehet tanulni, akikre érdemes odafigyelni, akiket érdemes követni. Ilyen például Jankovics Mária is, ugye egy nagyon neves helyi textilművész, grafikus. Azt gondolom, hogy a világ a jó példáktól fog megváltozni, nem pedig attól a véleménysorozattól, amihez cselekvések nem párosulnak. Hát ilyen volt Jankovics Mária is, akinek a példáját illik követni. Magára a táborba mindig ősztől lehet jelentkezni, mindegyik táborra, tehát 2018 novemberétől 2019 júniusáig lehetett erre a táborra jelentkezni. Ez idő alatt 80 fő nyújtotta be a jelentkezését, és 70-nél is jöttek a táborba. Úgyhogy ez egy nagyon népes tábor. A program szakmai referense Kulin Ágnes, ő rakta össze a programot, ő irányítja a szakmai részét a szervező munkának is, válogatta össze azokat az oktatókat, pedagógusokat, akik foglalkoznak a gyermekekkel, hiszen szobrászat, festészet, képzőművészet, grafika, rajz, fotózás, selyemfestés, tehát nagyon sok mindennel foglalkoznak itt a gyermekek az egy hét alatt. Egyébként a programot a magyar kormány, a miniszterelnökség, a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor alap támogatja, az infrastruktúrális háttéret pedig a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola biztosítja. Azt gondolom, hogy a művészet az elmondhatatlan dolgoknak a tolmácsa, egyfajta néma költészet. De ahogy Emile Zola mondja, a művész tehetség nélkül semmit sem ér, és a tehetség pedig munka nélkül semmit sem ér. Na hát ezen a héten volt mit dolgozniuk, illetve még mindig dolgoznak, hiszen kiállítással záródik majd péntek este a program, és nagyon szép munkákat csinálnak a gyerekek, készítettek a gyerekek. Épp az előbb néztem meg egy jó párat közülük, tehát azt gondolom, hogy itt kemény munka folyt. És nagyon fontos, hogy ezt lelkesedéssel, szeretettel csinálják. Egyébként én még nem találkoztam olyan emberrel, aki sikereket ért volna el abban, amit nem szeret. Tehát ezek a gyerekek biztos nagyon sikeresek lesznek, hiszen olyan szeretettel csinálják ezt az egészet. Azt gondolom, hogy a művészetre ugyanolyan szükség van, mint az evésre vagy az ivásra, hiszen fényt, ragyogást hoz az ember életébe, valamit, amit nem tud pótolni a való világ. Tehát közelebb hoz egy olyan valóságot, amire nagyon szüksége van az embereknek, ez a hivatása. Egyébként hát ugye a művészet örök, tehát mindig meg lehet tekinteni, mindig lehet belőle merítkezni, feltöltődni. Úgyhogy remélem, hogy a program sikeres, legalábbis ezt látom a gyerekeken, és hogy lesz folytatás a jövőre is. Nagyon jó barátságok forrása, olyan szakemberekkel való találkozás, akikkel egyébként a hétköznapi életben nem találkoznának. A szakmaiságon túl kultúrprogramokat is megvalósítunk, hiszen várlátogatást. Tegnap a Zungvári Vár galériájában voltak a gyerekek, tehát kulturális programot is nyújtunk az élmény mellé, illetve olyan szakemberekkel való találkozás, akiktől sokat lehet tanulni, akiknek a neve maga is egy etalon, tehát akit érdemes követni, és akitől érdemes tanulni.